csávosi elemér jezsuitatja elmélkedései a szent vérről 9 napon át. Testet alkottál nekem, akkor mondám, íme eljövök. Olvashatjuk a zsidó levél 10. fejezetének 5., 6., 7. versében. Íme jövök, íme adom magam. Testének életét, a szentséges vért már a szűzanya ölében fájdalommal ontja Jézus. Mély ajándék ez! Már most halottá teszi drága szűzé életét, mert a lélektől elvált vér halott. Fájdalommal adja értünk az Istenséggel egyesült legszentebb vérét. Mély mérhetetlen szeretet kell így odaadáshoz. Épp oly mérhetetlen az áldás, a megszentelő, megváltó erő, amely belőle árad. Miképpen imádja lelkem, megváltom e hajnali áldozatát? Kitárom lelkemet, kiüresítem az önmegtagadások, áldozatok kinyitó, égető fájdalmaival, hogy elhelyezhessem benne vére hullásából fakadó kegyelmeit a lelkek javára, engesztelésül, hogy sem én, sem annyian mások életünk hajnalán nem engedtük gyümölcsöt teremni az ő vérét, nem voltunk Isten imádásában hajnali áldozatok. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Második. Vágyva vágytam ezt a húsvéti vacsorát enni veletek. Szent Lukács evangélium 20. fejezetének 15. versében.
Isteni megváltunk az utolsó vacsorán mennyasszonyának egyházának kezébe adja szentséges testét és drága vérét. Kívánva kívánja azt megtenni, mielőtt szenvedne. Kívánja szerelmének ünnepi boldogságában odaadni mindenét. Ó Jézusom, szerelme csodálatos minden hatósággal működik. Vérednek mi csodálatos ereit nyitod meg. Ki ne látná, hogy ebben a csodában megújul lelkünk viszonya az örök atyához, új és örökké tartó szövetségre lépünk vele szentséges vérében. Mély mennyegző ez. Ó Jézusom, megsemmisülve borulok lábaidhoz, szívedhez. Élni akarom ezt az új szövetséget szentséges véredben. Szakítani akarok a bűnnel a legkisebbel is. Imádással akarom vérednek áradatát lelkembe engedni bűneim bocsánatára. Meg akarom tisztelni végtelen szerelmedet nagy bizalommal, szentséges véred gyümölcs termésének várásában, hiszen minden hatóságod nem vár tőlünk mást, mint ezeket. Élj bennem, drága szent vér, te Istennel egyesítő édes új szövetség. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Harmadik. És lőn az ő verejtéke, mint a földre hulló vérnek cseppjei. Szent Lukács evangélium 22. fejezet, 44. vers. Jézus szívében a hálátlanság és hűtlenség tőrével hagyta el az utolsó vacsora termét. Kiment az olajfák hegyére, hogy bűneinket magára véve megkezdje megváltói lelkének, szívének haláltusáját. Most halálos fájdalommal érzi, hogy kik azok, akiket oly végtelenül szeret, hogy mind bűnösök, akik szívére borzalmas bűnök öldöklő súlyát rakják. Érettük akar vezekelni, de emberi természetében nagy félelem fogja el. Imádkozik. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Szerelmének végső erőfeszítése győz, de szerelmi aktus ismét vérével jár. Ó Jézusom, imádom szentséges véredet, amely irántunk való szeretetednek mindig legmélyebb megnyilvánulásaképpen folyik. Imádlak azok helyett is, akik nem veszik észre, nem engedik lelkük szeretetének oltárára folyni szentséges véredet.
Jézusom, szent véred tiszteletében, imádásában nem akarok alvó tanítvány lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Negyedik. Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. János evangélium 19. fejezetének első verse. Isteni megváltónk az olajfák hegyén átengedte magát érettünk az előre látott kínokra. A hóhérok kezében az ostorozó oszlopnál, megalázottságánál, kínjainál csak szívének szeretete nagyobb. Szent vére már patakban folyik, a föld issza és a durva poroszlók ruhája. Mély megmérhetetlen megalázódás, mély kimondhatatlan fájdalom. Ő itt is atyára és a lelkekre tekint, akiket szeret. Szívében nincs visszavonás, minden sebéből adja a vért, a legszelidebb, legalázatosabb, legszeretőbb odaadással. Ó Jézus, Jézus, ó lankat Jézus, Istennek vérző fia, tűrés példája, szentség formája, ó lelkünk drága díja. Mi az én életem, mi az én türelmem, mi az én önmegtagadásom, ha reát tekintek? Semmi ezek, mert nincs bennem elég szeretet. Ó Jézusom, szentséges véredre kérlek, segíts, hogy ne térjek ki az önmegtagadások alkalmai elől, ne panaszkodjam soha semmi fájdalom miatt, hanem példát szerint atyámra és a lelkek üdvére gondolva hős legyek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ötödik.
A katonák pedig tövisekből koronát fonva fejére tevék. János evangélium 19. fejezet 2. vers. Igen, a szeretet királya ilyen koronát választ, amelyet fájdalommal és vérhullással visel. Ezt a koronát tartja ő méltónak bűnös lelkünk iránti szeretetében. Akarja, hogy nézzük őt e megalázottságában, hogy kiégjen szívünkből, fejünkből minden hiú nagyra törtetés, s tudjunk példájától lelkesülve a szeretetben és igénytelenségben nagyok lenni. Ó Jézusom, aki kínszenvedésed idején az irántad tanúsított részvétet és hálát mindig a kegyelmek áradatával jutalmaztad, aki Veronikának is a legdrágább emléket adtad véres arcod letörléséért, figyelmeztetve bennünket arra, hogy te, ó isteni megváltónk, véreddel fested lelkünkbe a te hozzád való hasonlóságunk képét, alázattal kérünk, adj nekünk a háladásban érzékeny szívet. Add, hogy drága véred minden cseppjét szent szíved szándékai szerint felhasználjuk lelkünk szentségének kialakítására. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. 6. Azután keresztre feszíték őt. Márk evangélium 15. fejezet 24. vers. Jézus fölérve a Kálvária hegyére, szenvedései tetőpontjának színhelyére, oda nyújtja kezeit és lábait, hogy vas szegek megnyissák szent vérének négy folyamát. Ó, édes megváltóm, bármilyen sokoldalú látványt ad ellensége egy gúnyolódása, hóhírait kegyetlensége, csak egyet tudok látni ismét, a te érthetetlen, végtelen szeretetedet. E szeretet fényében látom önmagamat és bűneimet. Bűneim lemosó fürdője, véred áradata. Jézusom, tisztíts meg engem, mosd meg engem. Járja át lelkem földjét e termékenyítő szentséges négy folyam. Hadd lehessek szentséges véred vak eszköze. Tudom, hogy mi, kik végtelen jóságodnak, megváltói szívednek, drága ajándékát hálás lélekkel imádjuk, minden áldást és kegyelmet megnyerünk tőled, de milyen sokan vannak, Jézusom, akik semmiben sem veszik irgalmas szereteted erőfeszítéseit. Ezért kérlek, tégy engem vak eszközöddé, hogy lehessek
szenvedéseim, örömeim és egész életem által, szentséges vérednek a lelkekbe vezető csatornája. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. 7. Jézus 3 órán át függ a kereszten. A kereszt fölállítása új nagy kínokat okoz Jézusnak, sebeiből zuhog a szentséges vér. Ide jöjjenek azok a bűnös lelkek, akik úgy érzik, hogy a leghatatosabb gyógyszer szükséges betegségeikre. Állítsák lelküket a kínjában elbágyat Jézus szentséges vérének zuhataga alá. Hozzák őket ide mások, a szeretet hordágyain, és tegyék le itt a kereszt alatt. Az isteni vér fürdője csodákat művel. Jézusom, álmélkodom odaadásodon, mennyei atyád akarata iránt, vérnek, kínnak örömében. E hosszú kínos elvérzéssel életszentségünk álhatatosságát szerezted meg. 3 órás haldoklásod erőt ad nekünk, önszeretetünk elleni hosszú küzdelmünkben, és védelmet ellenségünk minden támadása ellen. Ó Jézusom, milyen szeretetre méltó vagy így, ég és föld között függve. Vértől, láztól elhomályosult isteni tekintettel, aggódva keresel, vajon nézlek-e? Vajon föltekintek-e reád az én szabadítómra? Ó, igen, Jézusom, nézlek, résztvevő hálás szívvel nézlek. Te vagy az én lelkem egyetlen reménye és üdve. Jézusom, tekinteteddel tartsd fogva lelkemet, szívemet, hogy utánozzalak hősi átadásodban, életem utolsó leheletéig. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. 8. Egyik katona lándzsával megnyitá oldalát, melyből legottan vér és víz jöve ki. János evangélium 19. fejezetének 34. verse. A szeretet királya akarta, hogy utoljára, midőn minden beteljesedett, valaki így égbe kiáltó módon megjelölje szent szívét, a megváltáshoz szükséges erő és szeretet túláradó forrását. Akarta, hogy e szentséges forrás az utolsó cseppig kiürüljön, kimerüljön. Isteni Jézusom, úgy függsz ott a kereszten, mint kisajtolt szőlőfürt. Ó, lelkünk gyönyörűsége! Miért adod nekünk a legédesebb bort, szentséges véredet ilyen bőségben? Hiszen szereteted legkisebb parányát sem tudjuk méltóan viszonozni. Ó Jézus nagy lelkű szíve, alakíts szívünket a tiédhez hasonlóvá. Jézusom, bűneimmel sajtoltam véred, az én vétkem volt a szívedet átszúró lándzsa, de véred utolsó sötét cseppje arcomra fröccsent, meggyógyította lelkem szemét, s akkor láttam, hogy a szeretet királyának szerelmét vetettem meg. E szent vér kegyelme fénnyel árasztotta el lelkemet, átalakította szívemet, és íme boldogan hirdetem szíved vére győzelmét. Jézusom, segíts, hogy buzgón fölhasználjam az apostolkodás alkalmait, amelyekben szíved és véred tiszteletére buzdíthatom a lelkeket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. 9. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szent Máté evangélium 28. fejezetének 20. verse. Jézus szívének nem volt elég a kálvária áldozata. Amilyen csodálatosan föltámadt ő maga a sírból, a Szentlélek ereje által, olyan csodálatosan indította életre anyaszent egyházát, amelynek az utolsó vacsorán átadta önmagát az oltári szentségben, kényszenvedése csodálatos emlékében. Az idők végéig föl akarja áldozni magát a föld összes oltárain, hogy végtelen szeretetének halálának kegyelmeit e titokzatos megismétlődésben minden lélekkel mintegy személyesen közölhesse.
A hívő és szerető lélek tehát valósággal és személyesen összetalálkozik a végtelen irgalmas szeretettel a Szent Misében, aki őt szinte visszavonhatatlanul karjaiba zárja, hogy önmagával a legbensőségesebben és legcsodálatosabban egyesítse. Így a Szent Mise áldozat a lelkek Istennel való egyesítésének misztériuma. Akik nagyon mélyen hisznek e titokban, azok számára egészen különös módon új szövetség az ő vére által, az ő vérében. Nincs addig elég hitünk, amíg a Szent Mise kegyelmi erőit magunkban, életünkben nem tapasztaljuk. Legyen a Szent Mise áldozat a mi életünk központja is, amint isteni megváltónk életének középpontja kereszt áldozata volt. Úgy, hogy cselekedeteink, szenvedéseink, örömeink és mindenünk az övében, az ő megváltói halálában legyenek, vágyban, akaratban és a kegyelem valóságában átélt egyesülés révén. Így meríthetünk az ő szentséges vérének forrásából mindig új kegyelmeket, így érezzük vérének erejét lelkünkben, amely erővel győzünk nagy harcunkban. Így élhetjük a szentek egységének boldogító titkát Istenünk Atyánk szívén, imádással és csodálattal eltelve, hálás szeretettel égve a Szent Háromság végtelen szeretetének oltárán. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert szentséges véred és áldozatod árán megváltottál bennünket. A szűzanyával, az ég boldog lakóival egyesülve hálálkodom, és örülök előre az üdvösség kegyelmének, annak az örök boldogságnak, amelyet ők már élveznek. Tarts meg szeretetet karjaiban, én Istenem, Atyám és mindenem. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádság a Szent Vérhez. Isteni megváltóm, szeretetre méltó Jézusom, aki végtelen szeretettől dobogó szívednek minden csepp vérét odaadtad értünk kínszenvedésed áldozatában, és aki irgalmas szeretetednek mérhetetlen csodáit műveled
a minden pillanatban megújuló áldozati vérben. Alázattal kérünk, szentséges szűzanyán közben járására tedd meg, hogy isteni véred megtisztító, megszentelő, üdvözítő erejében határtalanul bízzanak a lelkek. Különösen ihlesd erre azok lelkét, akiket az egyházi rend szentségének csodálatos hatalma által szentséges áldozatod és véred áldásainak kiosztóivá tettél, az Atyának és Szentléleknek örök dicsőségére. Amen.